Folytatom tehát ezt a témát, hogy milyen az ideális női szeretőm. Az átlag férfi szemszögéből az ideális szerető képe nem olyan, mint amiről az első részben beszéltem. Teljesen más. Persze, az ő szemszögéből is, az átlag férfi szemszögéből is a nőnek ideális szeretőnek kell lenni, szexuálisnak, sok technikát kell ismernie, de a férfi szempontjából az ideális szerető az, aki nem veszekedős, nem irritáló, nem követelőző. Itt már nagy a gond, hiszen ha a nő szerető, akkor természetesen, hogy idővel szeretné a nős férfit kiszakítani a családjából, ezért általában idővel ultimátumot ad neki, időhatárokat szab, hát és bizony elkezd vele veszekedni. A követelmények a következők. Ne a családoddal utazz el a tengerpartra, ne költs a feleségedre, ne aludj vele egy ágyban. Gyakrabban hív engem, mint a feleségedet. Én nem akarlak téged senkivel megosztani. Azt akarom, hogy bármikor felhívhass a telefonon, hogy beszélhessek veled. Akár este is. Ha hívlak, akkor rögtön gyere, hogy találkozhassunk. Tehát ilyen követelmények vannak a női szeretők szempontjából a férfi felé. Tehát láthatjuk azért, hogy a valóságban a női szerető gyakran veszekszik a férfival. Megsértődik, ha a férfi nem elégíti a követelményeit, ott hagyja a férfit. Erősen képes lerombolni a férfi életét, a férfi pszichikumát, a férfi idegeit. Ezért a férfinak az az ideális szerető, aki akkor szexel vele, amikor a férfi akar, akkor sétál vele, amikor a férfi akar, nem beszexszik, nem állít fel ultimátumokat, hanem csendesen, nyugodtan várja, hogy mikor hagyja ott a családját. Vagy nem is vár egyáltalán semmit, mert ez már egy szuper ideális szerető lenne, ilyen nincs. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kérem, lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra, mert akkor a következőt gyorsabban meglátják, viszontlátásra!